A hetekben jelent meg a Sugarloaf vadonatúj albuma, a Sputnik, amelyhez egy friss videót is készített a zenekar. A csapat pedig nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy a CD-t a világűrbe is kijuttassa. És hogy hogyan is fogják ezt megvalósítani, elmeséli most nekünk a Sugarloaf két meghatározó egyénisége, Muri Enikő és Tóth Szabi. Visz az út az éjjel át, sose nézek többé rád, hol az ég is lángban át, ma csak széttört száz szilánk, vagy a pár. Megjelent az új lemezünk, a Sputnik, és most ez jelenleg minden büszkeségünk, és az elmúlt másfél év munkája található meg benne, úgyhogy most már meg lehet vásárolni, és azért szorongatom ilyen büszkén, mert nem tudom, mert büszke vagyok rá. Lélekgyilkos volt, mégsem kevés. Valami hangzatos nevet kerestünk rá, hogy mi legyen a lemez címe, és akkor valahogy jött egy ilyen kattanás, hogy legyen Sputnik, és a következő kattanás az volt, hogy akkor nem gyártani kell hozzá egy ideológiát, hogy miért, hanem jött egy ötlet, miszerint az, hogy a világűrbe bárki is gondolná, de nincsen fizikai adathordozó, tehát maga egy CD lemez. És akkor nekünk feltett szándékunk lett az, hogy ezt kijuttassuk a világűrbe, ha már Numen est Omen, a név kötelez, úgyhogy felvettük a külügyminisztériummal a kapcsolatot, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ezt a lemezt eljuttatnák vagy Bajkonúra, vagy a kínaiakhoz. Közben jött egy másik vonalunk a Teslahoz, az Elon Muskhoz, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez egy pár hónap múlva talán kint lehet a világűrbe. Mi csak annyit kértünk, hogy egy asztalonóta vigye föl magával a kis mellény zsebébe, és mikor tesz egy űrsétát, akkor megfogja, és kvázi egy ilyen első kozmikus sebességgel elhajítja nem a Föld felé, hanem a másik irányba, és akkor szépen ez lesz a világűrbe, a világon az első olyan lemez, ami ott kint kering. Lélekgyilkos volt, mégsem kevés. Hát ha lenne egy olyan lehetőségem, hogy kimenjek a világűrbe, akkor lehet, hogy egy pár koncertet le kéne mondani, de valószínűleg vállalnám. Hát ki ne menne el egy ilyen dologra. Van az a pénz, tudod. Nem, hát most figyelj, ha erre van lehetőség, én nagyon szívesen elmennék. Most egyébként pont az jutott eszembe, hogy a Szabi beszélt, hogy ugye a világűrben azért sok minden elég, tehát hogy most én azon aggódok, hogy kell valami olyan üveget gyártatni, amiben azért látszódik a lemez, de... Drágám, akkor fizika törvényei első lecke. Tehát ez akkor ég el, amikor visszafele jön. Tehát az a lényeg, hogy ne visszafele jön a Föld felé, mert akkor valóban elég. Nekem hogyha a világűrbe megy, akkor nem ég el, mert ott ugye nincs levegő, nincs olyan közeg. Hazudom, minden szavam feladom, hazudom, tagadom, a hazugság cseppjét többé nem iszom. Most lesz igen új videóklip az Alkohol című dalunkhoz, de hogy mi és hogy kikkel, az meg maradjon meglepetés. Én azért azt elmondanám. Elmondanád? Hogy kikkel, én igen. Tehát, nem. Hogy az Alkohol című dalunkban... De azért mondd el. Most már belekezdtem, akkor most már elmondom. Az ugye a Szabó Ádi és a Deniz közreműködik, és ez egy nagyon jó kis Buma Marás dal, úgyhogy azt mi nagyon szeretjük. Ugye a szövege az utal a dal címére, az Alkoholra. Én nekem nagyon vizuális világom van, tehát hogy minden dalnál van egy vizuális világom, de ez már az alkotás pillanatában megjelenik. De azért szoktunk külső segítséget, impulzusokat is kérni. Ugye most már, hogy megjelent a lemez, most már könnyen tudjuk tesztelni a rajongók felé is, hogy ők is vissza tudnak jelezni, hogy szerintük melyik az, amit ők a legjobban szeretnek, ugye hát belőlük kérünk, tehát hogy azért
Nem egy utolsó kritérium, plusz azért rádiós kollégákat szoktunk megkérni. Tehát kicsit úgy tesztelgetjük szűk körbe a dalokat, és akkor, hogyha egyezik azzal, amit mi szeretnénk, akkor tök jó, hogyha nem, akkor is az van, amit mi gondolunk. Feladom én ezt a nyűgöt, feladom. Nyugalom egyedül a falak között, kibírom. A nagy tervek között van, hogy évvégén egy lemezbemutató koncertet csináljunk, vendégművészekkel, vendégelőadókkal, úgyhogy ennek már maga az alkotói folyamata elkezdődött. A nyár az tele van, tehát hogy minden rendben van. Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. Viszontlátásra!